valaki külföldről hazajön, és ott tanult egyetemen, akkor is kell magyar érettségi neki, hogy bejusson egy magyar egyetemre. Ezt pedig nem csak a tavaszi időszakban, hanem ősszel is megtehetik a fiatalok. Októberben és novemberben ugyanis az egész országban lebonyolítanak érettségi vizsgákat, így a Pécsi kerületben is. Páva Péter igazgató stábunknak elmondta, hogy a gimnáziumokban minimális a COVID-fertőzöttség, tehát semmi akadálya az érettségik megtartásának. Ez az őszi érettségit október 16-án kezdjük, és november 27-éig fog tartani, tehát egy hosszú folyamat, először az írásbeli, aztán a szóbeli november közepén, és november vége felé a középszintű érettségi, először az emelt, majd utána az a középszintű. Összességében 690 diák jelentkezett, két iskolában lesz az érettségi, lebonyolítva a Janusz Gimnázium és a Kodály Gimnázium. Ebben a 690 tesztben benne van a szintemelő, a kiegészítő, az ismétlő, a a pótló és a javító, valamint az előrehozott vizsga is. Azoknak, akik tavasszal a koronavírus járvány miatt nem tudtak eleget tenni vizsgakötelezettségüknek, az érettségi pótlása ingyenes. A tankerületben emellett a tavaszi időszakhoz hasonlóan készültek fel a lebonyolításra. Írás négy tizen lesznek egy terembe, tehát ezzel a biztonsági előírásokat megtartjuk, a maszk használata nem kötelező, és hát fokozott fertőtlenítéssel is tisztasági szempontokkal készülünk az érettségére. Hazánkban egyébként 193 intézményben 17.399-en érettségiznek. A lebonyolításban 242 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az érettségizők várhatóan több mint 19.300 vizsgát tesznek, mint egy 8.700-at emelt, 10.600-at pedig középszinten.